Péter szervező beszélt az állandó motivációkról, amik a rendezvény megszületéséhez és fenntartásához vezettek. A tegnapi nap is nagyon jól sikerült. Tegnap a helyi zenekarokból volt kettő, Negatív Hozzáállás és a Fét nevű zenekar, és őt kiegészítette a Santa Muerte nevű budapesti formáció, akik így szintén csak ilyen barátságból jöttek el játszani, mert itt nekünk az a rendezvényre a lényeg, hogy mindenki eljöhessen, ezért nem szeretnénk belépőt szedni, tehát ez eddig is ingyenes volt, és a jövőben is ingyenes lesz, és emiatt aztán tegnap is sokan olyanok is eljöttek, akik egyébként nem tehetnék meg, hogy egy rockkoncertre 8-10 ezer forintot kiadjanak. A V2 Riders énekeseként az első napot követően kicsit már fáradtan állt fel a majális második napján a színpadra. Ez az egész a V2 Ridersnek a lemezbemutató koncertjével indult 2022-ben, ami meglepő módon annyira jól sikerült, hogy ez a városvezetés számára is nyilvánvalóvá vált, hogy erre van helyi igény egy ilyen rendezvényre, és azóta is támogatják a rendezvényt 2022-ben, 23-ban és most is, és ezúton is köszönöm nekik, hogy mellettünk vannak, és soha nem sok város mondhatja, hogy van egy ilyen rendezvénye. A Pokolgép együttes szeret koncertezni, így nagy lelkesedéssel érkeztek Dombóvárra. Nyári terveikről is beszéltek, többek közt a rockmaratonról és az azt megelőző koncert áradatról, valamint meséltek nem sokára megjelenő lemezükről. Hogyha minden igaz, akkor előtte egy elég hosszú sorozatból érkezünk majd meg oda, ha jól tudom. Tehát előtte folyamatosan menni fogunk csütörtök, péntek, szombat. Talán még szerdán is, ezt jól gondolom? Egyfolytában. Ricsi bírja a kiképzést, tehát ő nem kell leállni. Mindenhová elmegyünk, ahová hívják a zenekart, és ahol színvonalas koncertra lehetőség van, akár technikában, akár hogy minden körülmény megvan adva. Tehát mi ezt az elvet valljuk, és hát készülünk vadul a új lemezre. Valamikor a hatodik-hetedik hónapban ki fog majd jönni egy videóklippel egy kis lemez talán, ami a 40 éves jubileumát ünneplő Pokolgép együttesnek az ilyen debütáló lemeze lesz. A rockzene szerelmesei másodikként a Radar zenekar ritmusait élvezhették. Mák István énekes beszélt az együttesről és a közeljövőjükről. Szabolcs megyei a zenekar, Kisvárda Nyíregyházi vegyes vágott, és büszkén mondhatom, hogy idén évvégén decemberben ünnepli a zenekar a 20. fennállását. Emellett most készülünk a 6. lemezünkkel, ami valamikor nyár végén jelenik meg, és évvégén a szülinapra pedig egy koncert DVD-vel fogunk jubilálni. A rockmajál is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, igazi koncert élményt nyújtott a közönsége számára.